Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek jelenlegi helyzettel a világban. Nem vagytok elégedettek? Mi baj van a jelenlegi világgal? Zűrzavar? Hát de alapvetően, ha megnézed, az emberek fejében van az űrzavar, nem? És mit értettek ezen az űrzavaron? Mit nem látni, mit nem tudni? Semmit. Semmit se látni, semmit se tudni? Keresik az emberek a boldogságot, de nem találják? Háború van? Minden bizonytalan? Képzeld most egy, mit tudom én, most születik egy gyerek, akkor ebben a bizonytalanságban születik bele, neki ez lesz a természetes, nem? Tehát mondjuk, tételezzük fel, most az azt jelenti, hogy ha mondjuk 1-2-3 éve született, akkor ez a bizonytalanság a természetes, nem? Nekünk nem ez volt a természetes, nem? Az én generációmnak nem ez volt. Az én generációmnak az volt a természetes még akkor, hogy valaki elment dolgozni, és akkor onnan ment nyugdíjba. És képzeld el, éppen beszéltem egy volt osztálytársammal, aki általános iskolai osztálytársam. Még kis általános koromban még barátom is volt, a szomszéd volt egyébként, ahol laktunk, és azt mondja, hogy a felesége az nem olyan régóta munkanélküli lett, elbocsátották. 30 évig dolgozott ezen a munkahelyen, képzeld el. Nem semmi mi. És nem kapott egy vas végkielégítése. Tudod miért? Mert azt csinálták, nem, azt csinálták, hogy eladták a céget. És kész, ezáltal, ugye mivel tulajdonosváltás lett, nincs végkielégítés. Nem semmi mi. És utána bocsájtották el nyilván, amikor már eladták. Mert hát új cég, új szerződés, minden új, tudod? Így lehet kijátszani a végkielégítést. Mondom, drága barátaim, akik azt gondoljátok, hogy hosszabb időt dolgoztok egy cégnél, és majd kaptok végkielégítést. Ehelyett fogják és eladják. És onnantól kezdve gondold végig, hány milliót, egy nagyobb cég főleg, hány milliót vagy milliárdot megspórol azáltal, hogy a dolgozóknak nem kell végkielégítést adni. Érted? És ezt csinálták, az nem kis cég volt, ismert név volt a tulajdonosa, és szépen fogta és eladta. És így nem kellett végkielégítést adni. Aha. De erről már máskor is hallottam, hogy ez így működik. Ja? És nyilván, hogy eladnak egy céget, akkor valószínű, hogy ott leépítés lesz, mindig így van, mindig így van. És akiket leépítenek, annak nem kell végkielégítést adni. Jó, mi? Na, szóval érdekes világot élünk, és ugye nekem van kapcsolatom, tehát magamról egy-két gondolat. 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, azóta szervezek embereket, mondhatjuk azt, hogy azóta van saját szervezési csapatom.
93-tól tanítok és vezetek embereket, és azóta több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget, és 91-től, és több tízezer emberrel működtem együtt személyesen. Tehát mondhattam azt, hogy közvetlenül és közvetett módon több tízezer ember szervezésében vettem részt. És hát ugye kisebb-nagyobb sikereket elértem, például olyanokat, hogy több pénzintézetnek voltam a vezetője, volt, amelyik piacvezető volt, és annak hatására lett, abban az időszakban lett piacvezető, amikor én a vezetője voltam. Nulláról hoztam létre pénzintézetet, ami piacvezető lett. Ezt most azért mondom, mert ugye sok mindent megéltem. Megéltem piacvezetői pozíciókat az anyag terén, és elsősorban ugye a pénzügyi téren, nem elsősorban, hanem csak és kizárólag három különböző területen, pénzügyi területen, a vezetésemmel különböző piacvezetői pozíciókat értünk el, és ugye amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk, szintén az én vezetésemmel. Tehát valamit az átlaghoz képest talán valamivel több eredményt sikerült elérnem, mint egy átlag ember. De ezt ugye úgy csináltam, hogy nem törvénytelen módon, nem az emberek átverésével, hanem nekem kezdettől fogva, amióta az üzleti életem van, igazából az első cégemet az 93-ban hoztam létre, és 87-től voltam egyéni vállalkozó, és amikor az első cégemet létrehoztam, én abból a célból, hogy olyan dolgot nyújtsak az embereknek, amivel az emberek elégedettek lesznek. És én úgy gondoltam, hogy ha én olyan dolgot nyújtok az embereknek, ami az embereknek jó, akkor nekem se lesz rossz. Ez volt mindig az alapelvem, és ezért mindig odafigyeltem, hogy ténylegesen ugye olyan dolgokat nyújtsak, ami jó. Na most ez azért is fontos volt számomra, mert ugye gyerekkoromtól én azt érzékeltem, hogy hát sokszor kellett kiállnom az igazságért, és ezért rengeteg konfliktusom volt. És nem csak gyerekkorban volt ez, hanem később is. Amikor az igazságért kiálltam, mindig az igazság mellett, akkor mindig konfliktus támad belőle, de nem hőköltem vissza, hanem végig, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy végig harcoltam mondjuk 7 éves koromtól. Azt mondja, hogy akkor voltam 68, tehát az 68-ban volt a 7 éves korom, és ez befejeztem nagyon érdekes 2008-ban. Tehát gyakorlatilag pont 30 évet végig harcoltam, ha jól számolom, tehát 30 évet. És mindig az igazságért kellett harcolni. Na most gondoljátok végig, hogyha 30 éve, nem sok olyan embert ismerek egyébként, egyet se konkrétan, aki 30 éven keresztül harcolt volna, és ugye régen hogy harcoltam gyerekkoromban, hát az igazság miatt, hát gondoljátok végig, mit tudom én, mondjuk láttam, voltak olyan gyerekek, biztos, hogy ti is láttatok ilyet általános iskolában, középiskolában, hogy voltak olyan fiúk, akik kötözködtek. És akkor belekötöttek mindig a gyengébekbe. Én meg a gyengéknek a segítségére siettem, mivel én nem voltam gyenge. És ezért mindig verekednem kellett. De nem azt jelenti, hogy általában akkor, hanem utána kint az udvaron, vagy az utcán, így van. És ugye a gyerekkorom az így zajlott le, hogy megvédtem a gyengébbeket, és emiatt sok konfliktusom volt, később meg úgy amiatt kellett harcolnom, hogy mindig az emberek érdekét szolgáltam, és ez nem tetszett bizonyos embereknek. És valószínűleg ezért lettem kiválasztott. Amúgy is tudom, hogy kiválasztott voltam, de mert most gondold végig, mit tudom, mondjuk a seregben
katonaságban, azért szívtam az egész században a legtöbbet, egy laktanyában voltunk 160-valahányan, mert az igazságtalanságért mindig felszólaltam. Érted? Pedig a katonaságnál van elég sok igazságtalanság, és nem szoktak ellene felszólalni. Senki nem volt büntibe megfenyítve, csak egyszer voltam, de bünti, mi volt a bünti? Konyhai szolgálat. Tehát ami azt jelenti, hogy ha letelt a szolgálat, akkor konyhai szolgálatra küldtek. Tehát nekem az egész nap úgy telt el, hogy reggeltől, tehát felkeléstől lefekvésig gyakorlatilag dolgoztam, amíg katona voltam. Na, de emiatt gyorsan eltelt a katonaság, mindegy, nem is ez a lényeg, de mondom, gondold végig, azért voltunk a laktanyában 160-valahányan, és rajtam kívül senki nem vette a bátorságot, hogy fölmert volna szólalni. Érted? Az igazságért, tehát az igazságtalanság ellen. És nem is jellemző, nem is szoktál ilyet hallani, és ha te voltál katona, nyilván nőként, nem férfiként, akkor nem nagyon tapasztaltál olyat, hogy valaki ott felszólal az igazság ellen, érted, és nem hagyja magát, és vagy az igazságért, nem az igazság ellen, hanem az igazságért felszól, az igazságtalanság ellen, és hát valószínű, hogy ezért kiválasztott lettem. Tehát ugye nem azt jelenti a kiválasztottság, hogy kiválasztottnak születsz. Mert miért születnék kiválasztottnak, ha nem azt az életet éled? Érted? Tehát az életünket saját magunk terelgetjük. Nyilván nem gyerekkorról van szó, hanem felnőtt korról, de hát a katonaságot már ugye nem gyerekkorban éli az ember, hanem felnőttként. És gondold végig, hogy azt gondolják egyesek, hogy ők kiválasztottak. Körülnéztek az interneten, főleg a YouTube-on, és néztek videókat, és sok embertől halljátok azt, akik ilyen előadók, hogy ők kiválasztottak. Ami azt jelenti, hogy ő már, mit tudom én, úgy született, hogy kiválasztott. Na most engem meg én úgy gondolom, hogy kiválasztottak. És azért választottak ki, mert mindig az igazság mellett álltam ki. Érted? És soha nem hajtottam fejet. Érted? Én soha nem nyaltam senkinek, én nekem soha nem volt gumigerincem, nem is lesz, tudod? De nagyon megtanultam azt, hogy csak teljesen a törvényes úton lehet haladni, mert akkor nincs mibe belekötni, érted? És olyan dologgal kell foglalkozni, ami igazából nem sért olyan érdekeket, amiben óriási pénzügyi lobbis konkurencia van, érted? Tehát amiben óriási haszon van. Tehát ugye ez két dolog, tehát azt is lehet mondani, hogy és van közte a kettő között. Tehát az egyik, hogy ugye pénzügyi terület, a másik meg, hogy haszon terület. Ugyanis azt tapasztaltam, hogyha valamiben nagy haszon van, akkor ugye arra szemet vetnek olyan emberek, akiknek hatalmuk van. Olyan, ami pénzügyi terület, mivel a pénzügyi terület az eleve ugye haszon alapon működik, ezért ugye ott is ugyanez a helyzet. Szemet vetnek rá olyan emberek, akiknek ugye az számít, hogy haszon legyen, és nyilván akkor olyanok vetnek szemet, akik hasznot, illetve hatalmat gyakorolnak. Így van. Na most ezáltal ugye azok boldogulnak ezeken a területeken, akik hajlandók voltak lefeküdni azoknak az embereknek, akik
hatalmat gyakorolnak, illetve mondjuk megvásárolnak hatalomban lévő embereket, mert képesek erre. Jó, tehát na most ugye sokan azt gondolják a tanítók között, hogy ők kiválasztottak gyerekkortól, tehát kiválasztottnak születtek, én meg azt gondolom, hogy engem meg kiválasztottak, és pont ezek miatt választottak ki, érted? Na most ha azt megnézed, hogy mondjuk olyan dolgokat, amit én elmondtam és el tudok mondani, ugye az életemről, azt hát ha találsz még egyet Magyarországon, akkor nagyon ügyes vagy, az hód biztos. Na most ezt miért mondom? Mert ezzel a kiválasztottság miatt lett egy kapcsolatom, egy égi kapcsolat, ahol információkat tudnak szolgáltatni részemre a múltról és a jövőről. A jelenről azért mondom, hogy nem, mert a jelen az mindig egy pillanat, és a jelen az a következő pillanatban már múlt, érted? Tehát ezért ugye a jelenről és a múltról van szó elsősorban, és információkat szolgáltatnak nekem ezzel kapcsolatban, hogy mi van, mi lesz, mi várható, illetve nem mi van, hanem mi volt, mi lesz, mi várható. És emiatt ugye ez az információ olyan, hogy mivel képzésekkel foglalkozunk, egyének képzésével, ezért ugye a képzéshez hozzájárulnak tudással, ami azt jelenti, hogy olyan kiegészítő információkat mondanak, olyan új információkat mondanak rajtam keresztül, üzennek az embereknek rajtam keresztül, ami az emberek életét jobbá tudja tenni. Tehát ugye azért választottak ki, mert én nem azért csináltam a piacvezetői pozíciókat, hogy a haszon miatt. Én azért csináltam, mert azzal emberekkel tudtam segíteni. Érted? Tehát ugye a második piacvezetői pozíció az hosszabb lélegzetű volt, ott például öngondoskodásról szólt szó szerint. Tehát szó szerint az azt jelenti, hogy akkor volt egy olyan jogszabály, ami által nagyon kedvezően lehetett az embereknek öngondoskodni a jövőjükről. És infláció felett, jó? Jócskán, csak úgy mondanám. Akkor utána egy olyan piac, a harmadik piacvezetői pozíció, egy olyan piacvezetői pozíció volt, amíg megint csak öngondoskodás, de mindig adott hónap jelen nében volt az öngondoskodás. Tehát mindig az azt jelenti, hogy ezáltal az öngondoskodás révén az embereknek havi szinten pár ezer forinttal több maradt. Szó szerint. Tehát havi szinten pár ezer forinttal több maradt. Tehát sok kicsi sokra megy. De nem haszon reményében csináltam, hanem egyszerűen jogszabályokat alkalmaztam, ami azt jelenti, hogy ezt lehet, csinálhatta más is csinálta, csak nem olyan eredményesen csinálták, mint amilyen eredményesen mi csináltuk. És ugye ez olyan terület volt, ami mondom, nem haszonremény, nem gazdagodtam meg ebből, most ne, félre ne értsétek, abszolút nem gazdagodtam meg, ami annyit jelent, hogy átlag életet éltünk akkor is, vagy egy picivel átlag fölött, inkább azt mondanám, és lényeg az, hogy ha a haszon reményében csináltam volna, mint más csinálta, akkor lehet, hogy meggazdagodtam volna, csak én úgy vagyok a pénzzel, hogy a pénz az nekem soha nem érdekelt, mert én azt tudtam, hogy nem boldogít, érted? És lehet, hogy
azért tudtam, mert az egész életem az úgy telt el, hogy azért nem dúskáltunk sose a pénzben, érted? És ez így volt régen is, bár ugye mikor a szüleim vállalkoztak, akkor onnantól kezdve jobban ment nekik, átlag fölött ment, de ők sem gazdagodtak meg belőle, tehát most félre ne értsétek. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag én soha nem működtem úgy, mint manapság látni, vagy például én az édesanyámnál láttam, hogy csak azért, hogy boldognak érezze magát, ő mondjuk 20 év alatt, nem egész 20 év alatt, mondjuk 17 év alatt csak úgy elvásárolt 10 millió forintot, érted? És gyakorlatilag azt se tudta, hogy mit tudom én, 5 év múlva, hogy neki olyan van, vagy 2 év múlva, vagy 1 év múlva, nem tudom, érted? Tehát egy csomó olyan vásárlást csinált, amiről most azt látjuk, hogy soha életben nem használta, érted? Használati eszközöket, és soha nem használta, érted? És én tudom, hogy azért csinálta, és én látom embereknél, nem hiszed, néz körül, hogyha emberek vásárolnak, nekik az a boldogság, érted? Hát mit gondolsz, miért vannak tele a bevásárló központok? Úgyhogy van egy olyan infláció, amely szerintem a 90-es évek első felének az inflációs mértéke körülbelül. És van egy olyan pénzromlás, mint ami akkor volt. Érted? És az emberek nyakra főre vásárolnak azért, mert nekik a vásárlás az boldogság. Érted? Tehát én látom azt, hogy embereknek egyszerűen abban lelik örömüket, hogy vásárolhatnak. És azért kell nekik a pénz, hogy vásárolhassanak. Érted? Na most nekem a pénz arra kellett, hogy az én adott élethelyzetemnek megfelelő szükségleteimet kielégítsem. Érted? Semmi másra. És ehhez én úgy cselekedtem, hogy felfedeztem azt, hogy ha annyi jót nyújtok embereknek, akkor a szükségleteim fedezésével nem lesz gond. Érted? És ez mai napig is nálam így működik, hogy gyakorlatilag arra adom ki a pénzt, ami hozzá tartozik a szükségletünkhöz. És mit tudom én, hogyha nem, akkor azért nem, mert például, mit tudom én, nem tudtam azt, hogy az a dolog nem azt a célt fogja kielégíteni, érted? Tehát te is vettél már biztos úgy dolgokat, hogy vettél valamit, és kiderült, hogy az mégse arra jó, amire vetted. Na, ez a kivétel. És tehát magyarul vagy rossz volt az információ, vagy nem járt az ember eléggé utána az információnak, hogy azt a célt szolgálja az az eszköz, amit az ember vásárol. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az embereknek a boldogság az a pénzköltés, nem? És én állítom, hogy 10-ből 7 embernek biztos. Biztos. És ha nincs elég költőpénz, akkor boldogtalanok. Ha van elég költőpénz, akkor boldogok. Tehát én ennek utána számoltam, te is utána tudsz számolni, főleg, hogyha az én korosztályom volt, aki megélte a 3,60-as, 3 forint 60 filléres kenyeret, érted? Meg aki megélte a 30 filléres éjszakai áramot, meg 40 filléres nappali áramot, stb. Stb. És úgy éltük meg, hogy nem mondásból, hanem akkor emlékszünk rá, hogy ez így volt. És anno annak idején ugye ilyen árak voltak, és most megnézed, mondjuk összehasonlítod az áram árát, na mondjuk százszorosára fölment.
mondjuk megnézed a kenyérárát, hát az is durván százszorosára, de megnézed akkor, amikor az áram 30 vagy 40 fillér volt, és akkor, mikor a kenyér 360 volt, ugyanarról az időszakról beszélek, ez a 70-es évek, azaz hány éve? 50 éve, tehát ilyen 45-50 éve. Azóta tehát ugye ezek az árak, az ilyen, amit fontos számunkra, ugye a kenyér is fontos, az áram is, hát durván százszorosára emelkedett, durván. És megnézed akkor, hogy mennyit kerestek az emberek a 70-es évek első felében, mert arról beszélek, a 70-es évek első feléről, mert ugye az áremelések azok 75 után indultak el, tehát a 70-es évek második felében, tehát akkor például, amikor először volt nekem motorom, az 76 volt, igen, 76-ban, akkor 5 forint volt az üzemanyag, jó? Tehát a benzin. Na szóval megnézzük az árakat, és ha megnézed, az is csak százszorosára emelkedett. Hoppá. És de megnézed mondjuk 70-es években mennyit kerestek az emberek, a legtöbb ember az 1000 forint alatt keresett egy hónapban. Érted? Tehát én 80-ban, amikor elkezdtem dolgozni, az átlagfizetéssel mentem el dolgozni, akkor kerestem 2000 forintot. 80-ban. És honnan tudom, hogy átlagfizetés? Mert vidéken laktak a rokonaim, lent Szabolcsba, és ott örültek volna a 2000 forintos fizetésnek. Érted? 80-ban. És lényeg az, hogyha megnézed, most az átlagkereset az 200 ezer forint. Nettó. Nettókról beszélek, tehát készen kapott. Ami azt jelenti, hogy 200-szorosára emelkedett a fizetés, de az árak az durván csak 100-szorosára. Érted? És akkor miért nem jönnek ki az emberek rendesen? Miért kell nekik, a legtöbb embernek egyik hónapról másikra élni? Mert régen nem volt ilyen. Tehát én nem emlékszem olyanra, ha visszaemlékezik az én korosztályom, hogy régen nem volt olyan, hogy élvezték volna az emberek a vásárlást. Nem volt ilyen. Tehát létrejött a fogyasztói társadalom, aminek az a célja, hogy az emberek élvezzék a vásárlást, érted? Mert ha nem élvezik a vásárlást, akkor nem fognak felesleges dolgokat vásárolni. Ugye én említettem, hogy mennyi, tehát édesanyámnál ugye szelektálunk, és hogy mennyi olyan dolog van, amire tisztában se volt, hogy van, meg minek, érted? Minek volt neki. Tehát mondom, de tudom, hogy 16 év alatt 10 millió forintot csak elköltött tök felesleges dolgokra, érted? Tehát neki nem volt 100 ezer egymagára a rezsie mindennel együtt, okkal, vonóval. De 80 se. És mégis ennyit elkötött. 16 év alatt. Tehát én láttam anyunál, hogy ugye a 90-es évektől nála is bejött ez a vásárlási láz. Hogy egyszerűen abban élte ki magát, hogy vásároljon. És ugyanez van most az embereknél, abban élik ki magukat, hogy vásároljanak. Semmi baj nem lenne, hogyha nem a jelenlegi világban élnénk, érted? Tehát azzal, hogy ilyen vásárlási láz van az emberekben, és hogy a boldogságot a vásárlásban keresik, és akkor boldogok, amikor vásárolnak, de az csak egy per pillanat boldogság, nyilvánvaló. Semmi gond nem lenne, hogyha mondjuk
olyan világ lenne, mint mondjuk a szocializmusban volt, amikor stabilitás volt. Vagy olyan világ lenne, mint mondjuk 2008 előtt volt, érted? Mert 2008-tól én folyamatosan mondom, mióta bejött a válság 2008-ban, hogy már nem azt a világot fogjuk élni, ha emlékeztek, mint amit előtte éltünk. Ennek megvannak az okai, most nem fogok erről beszélni, hogy mik az okai, hogy miért nem. De azt is mondtam 2008-tól, hogy egyre rosszabb lesz. Tehát nem jobb, hanem rosszabb. És a romlás az soha nem, és a javulás sem természetesen, soha nem lineális, hanem exponenciális. Az azt jelenti, hogy ha a romlás elkezdődik, akkor az gyorsul. Ugyanez a javulás elkezdődik, akkor kezdetben alig látni, majd felgyorsul. De ugyanez a romlásnál is. Az azt jelenti, hogy egyre rosszabb és rosszabb. De nem úgy, hogy lineálisan mondom, hanem gyorsulóan egyre rosszabb és rosszabb. Ennek megvan a gazdaság és egyéb okai, meg tehát ugye tudjátok jól, hogy van egy emberi gyarlóság. Az az emberi gyarlóság, hogy ha több van, több kell. Ha még több van, még több kell. És ha már nagyon sok van, akkor még annál nagyon sokkal több kell. Nem tudom, világos-e. És ez sajnos a legtöbb emberben benne van. És a hatalomban lévő gazdagokban meg mind benne van. Azért lettek gazdagok. Érted? Mert azt jelenti, hogy hogy tudták elérni, hogy gazdagok más zsírján. Világos ez? Tehát mástól vették el, mást kizsákmányoltak. Oké? Tehát nem az élni és élni hagyni elve alapján működtek, hanem a kizsákmányolás elve alapján működtek évtizedeken keresztül. Na most, ha egy ember évtizedeken keresztül kizsákmányolás alapon működik, abból nem lesz jó ember. Ez úgy működik, hogy értsük, van egyfajta tehát van egyfajta olyan működése az elménknek, ami bizonyos idő után egyszerűen nem szokássá válik. Például van olyan, hogy vannak olyan dolgok, hogyha valamit 3 hónapig minden nap csinálsz, akkor szokásoddá válik. Jó? Na most, de ha viszont nem minden nap csinálod, mert például valaki elhelyezkedik mondjuk egy elnyomó foglalkozásban, azt nem minden nap csinálja, mert szombat, vasárnap nem csinálja. Meg időnként szabadságon is van, stb. Stb. Érted? Ezáltal például ez úgy működik, hogy 2 évig csinálja valaki, úgy, hogy nem minden nap, 2 évig. És ő olyan lesz. És utána csak nagyon tudatosan tud változtatni. Érted? Tehát például elmegy valaki egy elnyomó foglalkozásba, egy szociális ember, 2 év múlva elnyomó lesz. Érted? Tehát neki 2 évig el kell nyomni az embereket, amit nem minden nap fog csinálni, mert vannak a szabadnapok. Érted? De 2 év múlva tuti, hogy elnyomó lesz. És ha ő nem válik tudatossá, akkor nem lesz szociális ember abból az elnyomóból sose. És ugyanez, ha hatalomba kerül valaki, és 2 éven keresztül elnyomja az embereket, és úgy gyakorolja a hatalmat, azt sem minden nap fogja csinálni. Ugyanúgy, mert ott is vannak szabadnapok. 2 éven túl egyszerűen automatikusan az már olyan, érted? Tehát ő olyan, azt mondhatod, hogy gyakorlatilag ő már elnyomó, kész, pont. Tehát minden olyan személy, aki kizsákmányol embereket, azt úgy hívják, akárhogy nézzük, hogy elnyomó, érted? Na most nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy jelenleg a világban kik a legnagyobb elnyomók.
Tehát amit láthatsz, nem a háttérhatalmat, nyíltan. Nem a politikusok. Az állam. Az állam a legnagyobb elnyomó. Miért? Hát nagyon egyszerű. Hát gondold végig, te keresel, mit tudom én, 200 ezer forintot, maradjunk a minimálbérnél, akkor 200-at összességében az állam elvesz tőled. Tehát te igazából nem 200-at kerestél volna, hanem 400-at. És abból a 200-ból még mindenféle adót fogsz kifizetni, például áfát, stb., az is egy adó. Veszel bármit, annak arra 27% áfa rakódik. És gyakorlatilag nézegettük, ugye, mert cég vagyunk, hogy, és külföldről jönnek bevételek, hogy ugye, és nekünk a külföldi bevételeknél mindig meg kell nézni, hogy milyen ország, milyen áfa, mert ugye annak alapján kell beállítani, és gyakorlatilag 20-22, azt hiszem, vagy talán 25, nem is tudom, százaléknál, tehát 20 alatt biztos, hogy nincs áfa. Ezt tudti, de Marian, a feleségem jobban meg tudja ezt mondani. 20 alatt tuti, hogy nincs áfa. És mindenütt van áfa. Érted? Mindenütt. Ez az EU-ra vonatkozik, mert ugye egy EU-n kívüli országnál nem kell ebben az áfával foglalkozni. De az EU-n belül kell foglalkozni. És itt az EU-n belül minden országban van áfa. Érted? Tehát te bármit vásárolsz, azután kifizeted az áfát. Mert abban benne van az áfa. Annak van legalább 20% áfa tartalma, itt Magyarországon 27%-nyi áfa tartalom van benne, ami azt jelenti, hogy a teljes összeg 21%-a visszafelé. Érted? Tehát a teljes összeg 1/5, de gyakorlatilag minden után az állami. Még a nettódból. És akkor még fizetsz ilyen adót, olyan adót, jövedéki adót, stb. Mindenféle adót fizetsz mindenre. Tehát ha jobban megnézed, hogy ténylegesen a nettó jövedelmedből mennyi, amit ténylegesen el tudtál költeni, el tudtál vásárolni, akkor azt tudnánk mondani, hogy körülbelül 60-70%. Érted? Tehát 400 ezerből az azt jelenti, hogy körülbelül mondjuk jó esetben ugye 40%, az azt jelenti, hogy 400 ezernek a 40%-a 160 ezer forint. Érted? Annyit tudtál elkölteni, a többit az állam vette el. És arról nem beszélve, hogy egy dolgozol a cégnél, a cég, ugye, amit neked kifizet pénzt, az annak van haszna. Tehát akkor gyakorlatilag nem annyiért dolgoztál, világos ez? Tehát nem azt mondta a cég, hogy mit tudom én, te gyártasz valamit, azon van 20% nyereségem, csak most mondtam egy példát, és nem azt mondja, hogy 10-et meg szétosztok a dolgozóknak. Nem. Érted? Tehát gyakorlatilag te, ha mondjuk kerülsz a munkáltatónak 400-ba, akkor tételezzük fel, hogy mondjuk termelsz neki mondjuk 500-at. Rossz esetben, érted? Rossz esetben 500-at termelsz. Tehát az azt jelenti, hogy ott marad 100. De nem mondja azt, hogy abból még 50-et neked odaad. Érted? Hanem fogja és a 100-at elrakja. És ha jobban megnézzük, abból az 500-ból, amiért igazából dolgoztál, akkor neked marad 160, vagy olyan 150. De a cég csak 100-at nyúl le, érted? Az állam, az meg 250-et. Érted? Ezért ki a legnagyobb elnyomó? Ki a legnagyobb kizsákmányoló? Közvetlenül, amit látsz? Az állam, egyértelműen. Világos ez? De hát semmi gond nincs ezzel, ezt el kell tudni fogadni, ez van, erre mondják azt, hogy ez van, ezt kell szeretni. Csak azért mondom, mert ez egy tény. Na most, de az állam az jattól. Nem vicc, komolyan. Hova? Az állam az megállapodásokat kötött, minden állam így van ezzel, megállapodásokat kötött,
olyan hatalmi csoportosulásokkal, akiknek rendszeresen fizet. Tehát mondok példát, jó? Mit tudom én, van egy országnak mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy 10 milliós országnak van mondjuk 50 milliárd dollár az adóssága. Csak most mondtam valamit. Csak mondtam egy összeget. De tudod, hogy abból mennyit kapott ténylegesen az ország? Hát biztos, hogy nem kapott 10 milliárdnál többet. Érted? Az összes többi, amit kifizetnek, az egy hatalmi megállapodás alapján történik, hogy azt fizetik tovább. Érted? Fizetik. Tehát gyakorlatilag az országok azok uzsora kamatra kapnak pénzt. Érted? És ezt az uzsora kamatot bevállalják az országok, ami azt jelenti, hogy ebből a 250 ezer forintból, amit az állam ugye levont tőled összességében, az államnak befizetsz, hát ebből biztos, hogy megy egy olyan 50-100 vagy 150 ezer forint legalább ezekre a tartozásokra kintre, érted? A háttér megállapodásokra, amiről nyilvánvaló a lakosság mit sem tud, érted? Tehát azt pontosan megsatszolni sem lehet, hogy mennyi megy ebből, de megy. De úgy van ez az egész kitalálva, hogy ne legyen fizetőképes az állam, hanem mindig kénytelen legyen felvenni újabb és újabb hitelt, hogy a hitel az ne csökkenjen, hanem nőjön. A hitel mennyisége és a törlesztő részlet az nőjön. És ha egy ország esetleg ki akar szállni ebből a csapdából, akkor katonailag megszállják. Oké? Hogy szállhatja meg egy országot egy olyan hatalom, ami gyakorlatilag nem látható, és nem, nincs hadserege? Mert nincs hadserege. Hát nem azt szállja meg, hanem úgy hívják, hogy NATO. Érted? Azt szállja meg. Oké? Tehát a NATO szállja meg. És ezt mind a hatalomért és a vagyonért csinálják, érted? Mind az egészet. Mert egyszerűen két év után, ha valaki hatalomban van, akkor ilyen felettébb gyakorolhatja a hatalmat, tehát így mondhatjuk azt, hogy szinte kénye kedvére, akkor egyszerűen nem tud ebből visszalépni. Érted? Nem tud. Az elméjének ilyen része miatt. Nem tud visszalépni. Tehát az azt jelenti, hogy olyan mértékű elnyomóvá válik, onnan nincs vissza, ott nem tud visszalépni belőle. És ezért van az, hogy akkor, ha esetleg nem választják meg, akkor utána ellenszékben újból arra törekszik, hogy ő kerüljön hatalomra. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az embernek jó, ha egy kicsit átlátja a dolgokat, de na most ebben a világban kellene egyénként élned, érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol a hatalom az gyakorlatilag közvetett módon, legalább közvetett módon
az vagyonkérdés. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy minél nagyobb vagyona van ma valakinek a világban, annál nagyobb a hatalma. Érted? Azért mondtam, hogy közvetett módon, mert lehet, hogy nem gyakorol hatalmat, akkor a befolyáson keresztül gyakorolja a hatalmat. Érthető ez? Hát a befolyásán keresztül gyakorolja a hatalmat. Na most, ha egy ilyen világban élünk, amilyenben vagyunk, akkor ez egy azért bizonytalan világ, mert az elnyomók azok kiszámíthatatlanok. Világos ez? És ez biztos, hogy tapasztaltad már eddig. Mert ha ki tudtad volna számolni az elnyomókat, akkor nem idegesítettek volna fel. Érthető? Tehát az elnyomók azt csinálják, ugye, hogy minimum felidegesítik az elnyomottaikat. Az a minimum. Most, hogy ki hogy éli meg a felidegesítést, az most ebből a szempontból részletkérdés. Mert az is egy felidegesítés, hogy valaki félelemben van, és még jobban elnyomják, és akkor bánatba kerül, és öngyilkos lesz. Érted? Ez is egy elnyomás. Tehát ő bánatos lesz, és nem dükitörése lesz a félelemben lévőnek. Na most akkor nézzük tovább ezt a dolgot. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az elnyomók akarata érvényesül. Ezt én tanultam a 90-es években, 98-ban, hogy akkor lesz nagy baj, hogyha a vezető pozíciókba elnyomók kerülnek. Már 98-ban azt tanultam, hogy már a hatalomban jelentős számban vannak elnyomók. De nincs mindenütt még. És ha ez tovább fokozódik, és a hatalomban, a kulcspozíciókban és a vezető beosztásokban elnyomók kerülnek, akkor a lakosságnak nagy baj lesz. És most ezt a világot éljük már. Ezt akkor 98-ban nekem már ezt tanították. Azért az nem most volt, 24 éve, gondold végig. Tehát azóta romlott a helyzet, és tényleg nem tudsz olyan kulcspozíciót mondani, amiben nem elnyomók vannak. Hát nem tudsz. Sehol a világban. Tehát azt se tudod mondani, hogy Kínában, mivel szocializmus van még most is, de valami érdekes szocializmus, mindegy, hát ott ezáltal ugye nem így van. Hát akkor nem szerelnének a világon a legtöbb megfigyelő kamerát, érted? És nem ott lenne a legfejlettebb a megfigyelés. Tehát hiába ott szocializmus van, ugyanúgy kizsákmányolják az embereket. Csak ott ugye nem, nincs választási lehetősége az embereknek. Ott nincs látszat demokrácia, mert itt látszat demokrácia azért legalább van. No szóval, ezt most miért mondom? Tehát egy olyan világban élsz, ahol gondolni kell arra, hogy mit teszel akkor, hogyha mondjuk nehezülnek a dolgok. Érted? Tehát a legtöbb ember mit csinál, ha nehezülnek a dolgok? Hát átmegy reménytelenségbe. És feladja az életet. Ezt csinálja a legtöbb ember. De ha mindenki ezt csinálja, az borzalmas lenne. Ja, hogy kettős működés van ezen a bolygón. Az egyik, hogy ezt az egész életformát, amit itt a létrehoztak a Földön, azt igen magas rezgésű
pozitív entitások menedzselik a jelenben. De ők nem a Földön vannak, hanem a környező bolygókon. Szó szerint értsd. Tehát mit jelent a menedzselés? Hogy az emberek megszületése az tőlük függ. És az emberek halála is nagy mértékben tőlük függ. Ők, mondom, magas rezgésű pozitív entitások. És ennek megvan a célja, hogy miért indították el az emberiséget ezen a bolygón. Most erről nem fogok beszélni, mert ez egy hosszabb lélegzetű dolog. Viszont van egy kis másik típusú entitás, az azt jelenti, hogy lélekszámban kicsi, de ők a bolygóban vannak, a bolygóban élnek, tehát nem a bolygón, a bolygóban élnek. Ők viszont nagyon negatív entitások, és szemben állnak a pozitív entitásokkal. Mondhatjuk azt, hogy az egyik a pokolfajzat, a másik meg a mennybéliek, jó? És szó szerint lehet érteni, mert egyik lent van a mélyben, a pokolban ugye meleg van, a Föld mélyén meleg van, a másikok viszont fönn vannak az égben, a környező bolygókban, bolygókban élnek, tehát nem bolygókon, bolygókban élnek. Jó, tehát, és ez a két entitás, ez szemben áll. És a pokolfajzatok miatt, hogy kiűzzék a bolygóból, két megoldás van. Az egyik az, hogy ezért kellett megnövelni az emberiség lélekszámát, mert az emberiség maga az ember magas rezgéssel születik. És ha az emberek megtartanák a magas rezgésüket, akkor, amivel leszülettek, akkor a pokolfajzatok azok egyszerűen nem tudnának meglenni a bolygóban az emberek magas rezgése miatt. Tehát az ember, a bolygó rezgése az emberek rezgésétől függ. Tehát amikor az embereknek magas a rezgésük, akkor burjánzanak a növények. És zöld el a Föld. Ha az embereknek alacsony a rezgésük, akkor elsivatagosodik a Föld. Nem tudom, elég egyértelmű voltam-e. Jó? És az azt jelenti, hogy egy magas rezgésű emberiség esetén egyszerűen az a tér, amiben az emberek vannak, az kihat a bolygóba is, és egyszerűen ezt a magas rezgésű teret nem tudnák elviselni az alacsony rezgésű pokolfajzatok, és kénytelen lennének távozni. Ez az egyik békés megoldás. Ezért az emberiségnek föl kellene emelni a rezgését, de ez csak egyféleképpen lehet fölemelni a rezgését, méghozzá azzal, hogy mutatom, hogy képes az elnyomást kezelni, és képes jól, jó hangulatban élni. Na most ezt azt jelenti, hogy bármelyik területen neked rossz, mert problémáid vannak, azt jó, ha tudod, hogy azért vannak problémáid, mert azon a területen nem tudod kezelni az elnyomást. Világos voltam.
Tehát bármilyen területen ezek közül problémáid vannak, gondjaid vannak, azért vannak gondjaid, mert elnyomást kapsz azon a területen, és mivel nem tudod kezelni azt a területet, az ember úgy működik, ha elnyomást kap és nem tudja az elnyomást kezelni, akkor leromlik a hangulata. És ha tartósan nem tudja kezelni az illető az elnyomást, akkor tartósan lemarad a hangulata. Tehát tartósan rossz marad a hangulata, ami annyit jelent, hogy úgy is marad. És ahhoz, hogy felemelkedjen a hangulata, egy olyan környezetváltozást kell létrehoznia, ahol az elnyomó környezetből kikerül. Világos ez? És bekerül egy magas rezgésű környezetbe. Na most, az embereknek az lenne itt a feladatuk a bolygón, hogy magas rezgésűekké váljanak, és a magas rezgésük miatt elhagyják a bolygót az alacsony rezgésű pokolfajzatok. Ez a békés megoldás. Ha ez nem történik meg, akkor nincs más megoldás a pokolfajzatokra, mint hogy rájuk robbantják a Földet. Világos ez? És nem számít, hogy itt laknak az emberek. Mert mivel a bolygó körül van egy olyan erőtér, ami nem tudnak áthatolni a lelkek, ez csak úgy, hogy tisztább, ezért nem tudjuk elhagyni ez ne így gondoljátok közvetlen a Föld körül ezt az erőtért. Oké? Okay? Ez azt jelenti, hogy emiatt még a Holdra se tudunk menni. Tehát egy gépet ki tudnak küldeni az erőteren keresztül, de ez egy olyan erőtér, amin a lélek nem tud átmenni. Érted? Tehát ha abba a űrhajóban mondjuk lenne egy lélek, akkor az megpusztulna. Érted? Űrhajóstól természetesen. Tehát nem tudná áthatolni. Nyilván a lélek nem pusztul meg, de nem tudná átmenni. És mivel az anyag áthatolna, az anyag szétrobban, és a lélek az pedig marad az erőterem belül. Világos ez? Na most, emiatt ugye szétrobbantják a bolygót, az erőtér ott van, és utána fogják és összefogdossák a lelkeket. Ja, és elviszik egy olyan bolygóra, ami már kész. De ez nem ezért van ez a bolygó, ami már kész. Nehogy félreértsétek. Ez a kész bolygó azért van, mert a Föld, amikor létrejött, a világegyetem széle volt. És onnantól, mikor életre alkalmassá tették, onnantól ezen a bolygón vannak értelmes lények. Világos ez? Az azt jelenti, hogy több milliárd éve vannak értelmes lények. Oké? Okay? De akkor ez az univerzum széle volt. Azóta az univerzum kiépült, és a Föld abszolút nem az univerzum széle, hát nem is a közepe természetesen, de olyan, mint annak idején a város széle volt a Józsefváros. Most a város széle? Nem. Nem azt mondjuk, hogy a centrum. De közel van a centrumhoz. Világos? Ugyanez a bolygónk közel van a centrumhoz. Ezért létrehoztak az univerzum szélén olyan bolygót, ahova lehet majd inkarnálódni. Oké? Okay? Az inkarnációk majd ott folytatódnak. De ahhoz kell egy olyan bolygó, itt a Földön, ami ezt a célt beteljesíti. Mindjárt megyünk oda.
hogy a bolygón aranykor legyen. Az aranykor annyit jelent, hogy nincsenek elnyomók. Nincsenek elnyomók. Na most, hadd mondjak ezzel kapcsolatban információkat, jó? Ugye kétféle elnyomás létezik. Az egyik, egyik olyan, amit személyektől kapsz. Emberektől. Közvetlen vagy közvetett formában, ennek különböző fajtái vannak, de ez most részletkérdés. A másik elnyomás, amikor szellemlényektől kapsz elnyomást. Nyilván nem angyaloktól fogsz kapni elnyomást. Szellemlényektől. Amikor a szellemlényeket eszközként használják elnyomásra. Oké? Aha, akkor megkérdezem, tudod kezelni? Nem kéne megtanulni? Mert szellemlények, negatív szellemlények még lesznek az aranykorba is, de addigra fogjátok tudni kezelni. Világos ez? Na most, de addig nem tudjátok kezelni, mert nincs tanítva. Tudnám tanítani, csak nem taníthatom. Egyes személyeknek taníthatom. Oké? Egyeseknek. Igazgatók, vezetők. Ja? És lényeg az, hogy annak hatására távoznak a pokolfajzatok, hogy az embereknek emelkedik a rezgése, érted? És felemelkedik egy bizonyos szint fölé, és onnantól kezdve a pokolfajzatoknak elviselhetetlen az itt létük, a bolygóban létük. Ráadásul még van egy harmadik féle elnyomás is, de ez a másodikhoz tartozik, amikor egyszerűen hipnotizálással nyomnak el. Érted? Tehát nem kell, hogy megszálljanak, mert van egy olyan típusú elnyomás, amikor megszállják magát az embert, egy szellemlény, és van olyan, amikor meg se kell szállni, hanem egyszerűen behipnotizálják. De hipnotizálni csak rossz hangulatú embert lehet. Oké? Hát jó hangulatú embert nem lehet hipnotizálni. Oké? És nem lehet megszállni se. Oké? Tehát ezért maga az egész emberiség egy része, méghozzá ugye az lenne a terv, hogy a nagyobbik része, de hát ez ugye nem tud megvalósulni sajnos, de akkor kimondom, gyakorlatilag a 30% az, ami reális, hogy bejut az aranykorba. A 70% az nem reális, hogy bejusson az aranykorba. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul ez a dolog. Tudod, miért nem reális? Mert a 70% nem tud kontroll gyakorolni. A kontroll az elindítás, mozgásban tartás, és amikor kell, megállítást jelent. A kontrollgyakorlás hiánya miatt, és az a baj, hogy olyan szintű kontroll problémájuk vannak az embereknek, hogy nem is tudják megtanulni, csak kontroll alatt. És ez a probléma. Tehát a kontrollt megtanulni
csak kontroll alatt lehet. És az emberek 30%-a az, amely valamilyen szinten a kontrollt hibával is, de tudja gyakorolni. Az azt jelenti, hogy képes az önálló cselekvésre. Világos ez? Tehát képes arra, hogy önálló döntést hozzon, képes arra, hogy önállóan cselekedjen, képes arra, hogy amikor úgy látja valamit, akkor megállítson. Nyilván hibával, de képesek rá. Ez jelenleg a bolygó 30%-a. A 70% nem képes a kontrollra, és csak kontroll hatására képes a kontrollra. Tehát meg lehet tanulni idővel a kontrollt kontroll hatására. Na most egy baj van a kontrollal. Tudod micsoda? Tehát hogyha kontroll hatása alatt tanulja valaki a kontrollt, az azt jelenti, hogy ego mellett ez nem fog menni, a tanulás. Miért? Mert az ego akadályozza, hogy elfogad valakinek az utasításait. Világos ez? Még akkor is akadályozni fog, ha tudod, hogy azok az utasítások helyesek. És a te érdekedben történnek. Világos voltam? Na most kérdés az, hogy te mit szeretnél, mert mi ennek az egésznek a célja? Az egésznek a célja az, nem az milyen, a fentieké. És ezáltal természetesen a miénk is. A fentieknek az a célja, hogy visszakerüljünk oda, lehetőleg minél többen, ahonnan jöttünk. Hova? Az isteni létformába. Az isteni létforma az angyali létforma is. Oda visszakerüljünk. Oké? Ez a fentiek célja. Erre használnak minket eszközként nagyon helyesen. Oké? És ehhez az szükséges, hogy az emberek tanulják ezeket a területeket. Hogy megemelkedjen a rezgésük. Hogy kezeljék az élethelyzetüket, és megemelkedjen a rezgésük. Oké? Akik nem maradnak itt a bolygón, az mennek a reinkarnációs folyamatba. A felső létforma az egy nagyon igazságos olyan társadalom, ahol nem kell állandóan az elnyomóktól tartanod, érted? Ahol nem kell az igazságért küzdened. Oké? Egy olyan társadalmi forma, ahol szeretet, béke és boldogság van. Érted? Van. Lehet reinkarnálódni, semmi gond nincs ezzel. De a reinkarnáció, ameddig folyamatos a reinkarnáció, nem tudja megadni a szeretet, békét, boldogságot. Tudod miért nem? Mert akkor már nem reinkarnálódnál. Ilyen egyszerű. Tehát amikor az ember reinkarnálódik, abba biztos lehet, hogy az előző életében nem szeretetben, békében és boldogságban élt. Világos voltam? Tehát ebben biztos lehetsz. Többi dologgal meg nem érdemes foglalkozni. Szóval lényeg az, hogy nekünk egy óriási küldetésünk van, mondhatni azt, hogy hivatás, de inkább küldetés, az embereknek eljutatni azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élve együttműködni. Hogy bejuthassanak az aranykorba, tehát ott fogják ezt továbbfejleszteni, és az aranykor után ne kelljen újra inkarnálódni. Tehát az inkarnálódásban mindig benne van a szenvedés lehetősége. Világos ez? Mindig. Annál minél tudatlanabb egy ember, annál nagyobb a szenvedés lehetősége. Minél tudatosabb,
annál kevesebbet szenved. Oké? Megfizethető áron nyújtjuk a képzéseket bárki által egy olyan közösségben, ahol az emberek jól érzik magukat egymással, ahol nincs elnyomás, ahol az emberek szeretik egymást, és ezt a szeretetet ki is fejezik egymás irányába. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!